Köszönöm szépen a meghívást, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, éles alkalomból. Jelzem, hogy a kocsmának és a tudománynak a kereszteződésének elég fontos hagyományi vannak, ugyanis a Royal Society első üléseit Angliában különböző kocsmákban tartották, és ilyen emberek is elnyögöltek, mint Sir Isaac Newton. Most az ő nyomdokaiban nem teljesen érünk, csak egy picikét. Abban az különleges helyzetben vagyok, hogy van egy segítőtársa, nem a bűvészeknek mindig van egy segítőtársa. Megkértem Varga urat, nagyon kedves szállásadómat, hogy állítson le, úgy érzed, hogy elszállt az előadás, úgyhogy teljesen a kezében vagyok, jó? Kérem szépen, ez egy olyan probléma, amiről ma szeretnénk beszélni, ami a társadalomnak az alap problémáit érinti, ez kétségtelen, ezt mindenki érzi. Ráadásul az a kellemes idegesség, ami rajtunk erőt vett ugye az utóbbi néhány évben, az hozzájárul ahhoz, hogy észrevegyük, hogy milyen jó lenne, hogyha a kooperáció gyakoribb lenne, mint amennyire ebben a pillanatban gyakorinak látszik. Kérem szépen, az ember két arcú. Ugye van ez az idea, néhány író, de még tudósok is felelősek ezért a Noble Savage ideáért, a nemes vad ember, ugye? Hát a nemes vad ember pontosan ugyan tróger volt, mint mi. Kérem szépen, ez a vadászó gyűjtögető különböző törzsek van ma is ilyen egyébként, lassan azért eltüneteznek. Nagyon jó példája annak, hogy van a kooperátor és van a sárkányfog vetemény arca ugyanannak a társaságnak. A vadászó gyűjtögető életmódot folytató törzseknél lehet legjobban megfigyelni a kooperáció egyszerű formáit, ahhoz például, amihez például nem kellene írott szerződések. Ugye vannak olyan találmányaink, amely a kooperáció erősebb formáit tudják kikényszeríteni, de nincsen, de ennek ellenére egy csomó mindenben bámulatosan együttműködnek. Na most ez egy friss lelet, amit itt lehet látni, ez körülbelül 13 ezer éves, ahol nyilvánvalóan arról volt szó, hogy tudasszó mellett verték agyon a foglyul ejtett, szintén vadászó gyűjtögető életmódot folytató egyéb embereket, ugye ez Homo sapiens, és lehet látni, hogy ha megvizsgálja az ember a különböző csontokat, hát elég, tehát agyonverték őket, mondjuk nagyon szépen, különböző eszközökkel, azért mindent bevetettek, ami akkor volt, és a csontoknak a fekvéséből lehet látni, hogy ezek meg is voltak kötözve annak rendje és módja szerint, és felnőttek, nők, gyerekek, hát ahogy kell ilyenkor egy ilyen kisebb fajta genocídium esetében, hogy szépen meg is, végre is jártak a dolognak. Na most vannak ennél még régebbi leletek, amiből szintén arra lehet következtetni, hogy ez nem új keletű dolog. Kérem szépen, akkor meg kell tényleg kérdezni, hogy a kooperációnak mi az eredete. Nos, ez egy olyan terület, ahol a különböző tudományok már csak azért is, mert a nagy történet az folyik, igaz? Tehát körülbelül 5 millió évvel ezelőtt váltunk el a többi főemlőstől, és attól kezdve evolválgatunk úgy, hogy nincsen kereszteződés a többi majommal, szabad így mondani. De ebben az időszakban két dolog történt. Ugye egyrészt folytatódott a biológiai evolúció, és elkezdődött, vagy egyre erősebb lett, az a kulturális evolúció, aminek ennek a során a kooperáció formái is megjelentek, amelyek korábban nem. Nagyon sok esetben ugye feszültség van a között, hogy mi jó nekem, vagy emberek egy kis csoportjának, és mi jó a nagyobb csoportnak, különböző szinteken lehet ezt definiálni. Tudjuk, hogy ez a feszültséget kísérik, én elhiszem, hogy itt mindenki fizet adót. De azért tudjuk, hogy azért, ha kimegyünk ezen teremből, akkor tudjuk, hogy nem mindenki fizet adót, pedig úgy illene. Az adófizetés ez tipikusan egy kooperációs jelenség, és látjuk, hogy azért vannak, akik csalnak ebben a dologban. Mivel, hogy ugye én biológus vagyok szakmán, azért az evolúciós indítatásom van, ott az a kooperációt úgy definiálják, hogy egy olyan cselekvési aktus, ami nekem valamilyen költséget jelent, és ezáltal valaki más vagy másokat segítek.
Ez megkülönböztethető attól, amikor nekem ez nem jelent költséget, vagy én is nyerek bele. De nyerek, ezt nem hívják ebből a szempontból kooperációnak. De például, hogyha én itt eszegetek az asztalnál, és bizonyos rondán eszem, és morzsák, meg húsdarabok lehullanak, és a koldus az felkalkodja, ez a biológia szempontból nem kooperáció, mert az égettem, én csak azt csináltam, amit anélkül is csináltam volna, hogy tetszik rá, tehát a biológiai értelemben a kooperáció az olyan dolog, ami részemről valami befektetést igényel. Ez egyáltalán nem ritka, kérem szépen, mint látni fogjuk, de csak szeretnék mindenkit emlékeztetni rá, hogy amikor az evolúcióról beszélünk, akkor lényegében arról van szó, hogy vannak sokszorozódó egységeink, amelyek öröklődést is mutatnak, tehát ugye a festeti csárosában illik erről megemlékezni, tehát az A az A típus, B a B típus, időnként olyan variánsok jelennek meg, hogy soha korábban, érdekes módon a festeti ezt is észrevette. És tehát a szaporodás, öröklődés, ez a változékonyság esetében, ha igaz az, hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyek vagy a szaporasságot befolyásolják, vagy a túlélő képességet, vagy a kettőnek a külön kombinációját, ezt hívjuk biológiai rátermettségnek, akkor az ilyen ágenseknek a populációjában természetes szelekción keresztüli evolúciói határ, mint ahogy ez a kővédermet öreg úr olyan kecsesen leírta. Már 20 évvel a fajok eredete előtt, csak jó, ez egy más történet, miért tartott olyan hosszú ideig a publikáció. Nos, kérem szépen, ebben a keretben gondolkozunk, de hogyha ezt megnézi az ember, akkor mi jut eszibe az embernek azonnal? A versengés. Hogyan lesz a versengésből a kooperáció? Pláne, hogyha a kooperációs aktust úgy definiáltuk, ami nekem költséges. Ez majdnem olyan, mint ha valaki azt mondaná, hogy az anti-baby tabletta szedése biológiai evolúción keresztül terjed el, ugye ebben van valami önellen, ez nem lehetséges. De hogyan lehetséges mégis? Kérem szépen, az evolúció rendkívüli megoldásokat tud produkálni, amik nem közismertek, mert sajnos a biológiai oktatás ebben a vonatkozásban nagyon rossz. De mi ez? Kérdezem. Ha valaki ismeri, akkor az is elmondhatja, látta már, hogy micsoda ez. Kérem szépen, ez egy kievolvált antenna. Ez egy kievolvált antenna, ez azt jelenti, hogy volt egy olyan probléma a NASA-nál, hogy egy szondának a tetejére kellett egy antennát helyezni, és furcsák voltak a körülmények, és a mérnökök vért izzadt, számoltak jobbra-balra, stb. Nem sikerült megoldani, mindig túl zajos volt. És akkor odaadták azoknak, akiket úgy hívják, hogy evolúciós programozók, vagy genetikai algoritmusokkal foglalkozók, azok most ugye érezted, hogy átugrok valamit, átkódolták a feladatot olyan arra, minthogyha ugye biológiai organizmusoknak a szimulált evolúciójáról lenne szó a komputerben, és szépen, ahogy a Darwin evolúció az adaptációba szüli, kievolválták a végső antennát, ami legalábbis lokális optimum, magyarán, hogy bármilyen irányba eltorzítjuk, már csak rosszabb lesz, azt máig nem tudjuk, hogy globális optimum-e, hogy ennél aztán biztosan nem lehet, de minden esetre a feladatnak megfelelően így működik a biológiai evolúció, és ezt a, még egyszer mondom, nem volt az a mérnök, aki akkor ki tudta volna számolni, hogy ezt így kell csinálni. Ezt csak azért mondom, mutatom ezt az ábrát, részben azért, mert magyarul olvasható, a másik pedig az, hogy ezek az úgynevezett nagy átmenetek, amiket itt látunk, amelyekből csak talán egy-kettőt fogok picit említeni, ezek nem történtek volna meg, hogyha a kooperáció nem lett volna sikeres. Hogyha nem lenne más csak versengés, direkt versengés, akkor még a baktériumok se lennének a Földön, csak szaporodóképes molekulák. Tehát van valami nagyon fontos a kooperáció jelenségében, a kezdetek kezdetétől szinte. 3,5 milliárd éven keresztül zajlott a versengésnek és a kooperációnak valamilyen magasabb szintű, ilyen meta versengés szerinti evolúciója. Hol az egyik győzött, hol a másik? Mielőtt valaki gyorsan megjelent, viszalad, én egyet, azt hiszem egyetlen egy
képletet sem fogok mutatni, vagy legalábbis nem fogom elmagyarázni. Ez nagyon fontos, hogy azok, akik ezt a területet kutatják, legalábbis az utolsó 20 évben, azok először mindig megpróbálnak egy matematizált modellt csinálni. Egyszerűen azért, mert az explicité teszi a feltevéseket, és világos predikciókat ad. Míg, hogyha ezt verbálisan próbálja az ember megcsinálni, vég nélkül lehet argumentálni, mert nem lehet pontosan tudni, hogy a kvantitatív viszonyok hogy vannak. Ezt példaképpen mutatom, ez nagyon tipikus erre a területre. Ez egy híres cikk 1981-ből Axelrodtól és Hamiltontól, a kooperáció evolúciója, és itt vannak az affiliációk. Tehát az Axelrod, az a politikai tudománynak a professzora, a Hamilton, sajnos már meghalt, én pedig az evolúció biológia professzora volt, ez a Science-ben volt egy híres, ma agyon citált cikk. Na, gyakorlatilag ilyen inter- és multidisziplináris erőlködések azok, amelyeknek révén betekintést nyerhetünk abba a boszorkány konyhába, amiből a történet kifőzi, szerencsénk van, a kooperatív megoldásokat. Van egy nagyon egyszerű vagy bonyolult, attól függ, hogy az embernek kattane az agyába a dolog, egy mechanizmus, amiről nem fogok sokat beszélni, mert ez a problémamentes dolog, és az emberi kooperáció az az érdekes, ami nem ez az eset. Ezt úgy hívják, hogy rokon szelekció. Ez azt jelenti, hogy valaki a rokonának ad bizonyos segítséget. Ez ugye váratlan eredményeket tud produkálni. Itt például egy termeszvárat lehet látni. A termeszvárban lévő egyedek egymás rokon. Itt van egy király. Ez nem egy gyűzé, virsli, amit eszegetnek. Ez a reproduktív egyed. És mindenki, aki itt van, őt szolgálja, és különböző morfológia, ezek például a katonák, mi lehet látni, hogy is néznek ki. És tessék, micsoda különbségek vannak az egyes egyedek között. A bámulatban ejtő ebben az, ugye, hogy őt kivéve itt lényegében senki nem szaporodik. De ez megint olyan, mint az anti-baby probléma. Hát miért mond le ő a szaporodásáról? Ez nem nyilvánvaló. Ezt Darwin észrevette, mondta is, hogy hát itt valami óriási baj van, és ezen az egész elmélet összedőlhet, míg nem aztán rájött arra, hogy működik a dolog, hogyha az evolúció egysége nem az egyet, hanem a család. Na, ez a rokon szelekció első megjelenési gondolata, ez pusztán kvalitatív volt, és aztán ezt szépen kifejtették, például ez az emlegetett Bill Hamilton. Itt arról van szó, hogy ha a rokonok segítik egymást, és egymás javára produkálnak akár költséges ilyen aktusokat is, akkor, hogyha valami biztosítja azt, hogy a rokonok legyenek egymás közelében, akkor a rokonok egymás segítve, tessék nézni, több utódot tudnak hagyni, mint azok az egyedek, akik egyáltalán nem foglalkoznak egymással. Ennek van egy bonyolult, nem annyira bonyolult, de van egy aritmetikája, amit most nem akarok belemenni, már csak azért sem, mert ez az eset az, ami triviálisnak tekinthető. Hogyha beletetszik gondolni, akkor az mi testünkkel pontosan erről van szó, ugye csak az ivar sejtjeink mennek át a következő generációba. A testi sejtjeink meghalnak. Ugyanúgy, mint hogy a legtöbb egyed a rovarállamban nem szaporodik, igaz? Az meg fog halni, nem megy bele a következő generációba. Tehát ilyen szempontból analógia van a kettő között, és kurzum gut, nem teljesen igaz, de a biológia nagyon nehéz tudomány, mert minden elől van valami rohadt kivétel, de most ettől tessék eltekintni, ez nem fizika, jó? De a lényeg az, hogy ebben az esetben a rokon szelekció az a domináns erő, ami a kooperációt megmagyarázza, és ezt ki lehet dolgozni matematikailag is. Legyen ennyi elég. Na most, az egyéb kooperációkra majd mindjárt elmagyarázom, amennyire tudom egy ilyen szerelmi vallomásban, amit a vonat ablakából teszek. De ezt mondják, hogy a kooperációról egy előadásban beszélni olyan, mint az induló vonat ablakából szerelmet vallani. Na, hát most akkor ezt csinálom éppen. Igyekszem nagyon. Amit fontos megjegyezni, hogy azt mondtam már, hogy a matematikai modellek, amelyekkel most nem fogok foglalkozni, mert minden egyes sor matematika lefelezi a maradék hallgatóságot, ugye ez a Hawking törvény. De
Amellett azt is meg kell mondanom, hogy az utóbbi 10-15 évben a kísérletes vizsgálatok, tehát az egyes modellekre vonatkozó laboratóriumi kísérletes vizsgálatok, illetve a különböző társadalmakban végzett terepmunkák, különböző törzsekkel meg ilyen helyeken, egyre nagyobb szerepet kapnak, és ugye a teoria cum praxi, mondta egy híres úriember, tehát valahogy a kettőt össze kell pászítani, ami összepászítás egyébként néhány esetben drámai hatékonysággal sikerült is, magam is csodálkozom rajta néhányszor. Na most ezeket a kísérletekről néhány szót kell szólni, mert valahogy ezt meg kell csinálni, de azt, ezek emberkísérletek, bár bizonyos változataikat lehet állatokkal is, az nagyon érdekes, de most ezt nem tudom elmondani. Na kérlek szépen, ezekben a nyeresség, ugye az nem az, a nyeresség nem az, hogy azonnal három gyerekkel több gyerekem lesz, bár el lehet spekulálni, hogy mi felelne meg egy ilyen beállításnak, de nem ezt csinálják, azt csinálják, hogy valódi anyagi, valami anyagi vagy anyagi jellegű nyerességet kapnak a játékosok. Ez van analógiában azzal, ami az evolúcióban a úgynevezett kifizető függvényben az a rátermettségbeli növekmény, tehát az extra utódoknak a száma. Ezekben a kísérletekben minden részvevő tudja a valódi szabályokat, ez fontos. Tehát nem az van, hogy mondanak neki a szabályt, és a játékvezető dörzsölekedett, majd én megváltoztam a szabályt, aztán meglátjuk, hogy mennyire fognak összezavarodni. Nem erről van szó, expliciten tudatában van az összes része a szabálynak. Viszont az nagyon fontos, hogy gyakran névtelenül játszanak. Ennek módszertani okai vannak, például azért, játszanak névtelenül, hogy nehogy véletlenül valaki tudjon valamit a korábbi életéből a másikról, ugye, de fordítva nem biztos, hogy így van, és ez baromi olyan kellemesen összezavarná a kísérletet, ez nem lenne jó. Gyakran egyébként az interneten keresztül lehet, tehát annyira névtelen, hogy akár más földrészen vannak ezek a játékosok. Az előnye az, hogy nagyon nagy számú emberrel lehet a kísérleteket csinálni, és van egy kategória nem ismételt névtelen játékok, ez egy nagyon érdekes kategória. Egyszer játszanak névtelen, és kész. Ez nem a kooperáció hosszú távú dinamikáját tapogatja le, hanem a szociális preferenciákat. Hogy mi az első reakció az illetőnek egy ilyen szituációban, és ebben a pillanatban nem is vagyunk kíváncsiak csak erre. De ez más válasz, más kérdése keresi a választ, mint az első. Na kérem, az egyik mechanizmus, ami nem rokon egyedek, most tehát ez fontos, elhagyom első közelítésben azt, hogy az egyedek rokonai lehetnek egymásnak, mert hogy az működik, azt az emberi társadalom tudjuk, a nepotizmustól kezdve mindenféle dolog előfordul, nem ez az érdekes, hogy nem rokonai egymásnak az egyedek. Ugye általában mi kevés kivételtől eltekintve nem vagyunk egymás rokonai, aztán mégis tudunk kooperálni, csinálunk egy intézetet például, ami olyan, mint az ajánlás. Hát ezek olyan intézmények, amelyeket a kooperáció tart fenn. Ha nincs kooperáció, ezek úgy összeomlanak, mint a nyavaja. Világos? Tehát minden ilyen működő társadalmi képződmény, ami produkál valamit, ahhoz valamilyen szintű kooperáció kell. Na most ez a legegyszerűbb formája a nem rokonai közötti kooperációnak, az úgynevezett direkt kölcsönösség. És ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ugye implementálják azt a gondolatot például a laboratóriumban, hogy legyen költsége a segítségnek, de ugye a segítségnek a másik részről legyen egy bizonyos haszna, és ezeket megfelelőképpen kell beállítani. Most hadd ne foglalkozzak ezzel, hogy ez hogy áll, van-e emögött egy elmét, hogy kell ezt beállítani. De nagyon fontos ebben az esetben, hogyha a direkt kölcsönösségnek a stabilizáló szerepét nézzük, akkor fontos az, hogy ugyanazok a párok, azok játszanak újra és újra egymással. Van egy fontos fogalom, ez jön ki az elméletből, és ez jön ki a kísérletekből, és a jövő árnyéka. A jövő árnyéka az, hogy milyen valószínűséggel folytatják a játékokat ugyanazok a játékosok, ugye? Mert mi a valószínűség annak, hogy újra együtt leszünk? Azt szépen meg lehet mutatni,
hogy abban az esetben, hogyha növekszik ez a jövő árnyéka, vagyis nő annak a valószínűsége egy játékban a tapasztalatok alapján, hogy folytatjuk és folytatjuk, minél inkább, hogy mondjam, bíznak abban a játékosok, ez így van, úgy megy föl a kooperáció szintje a kísérletekben. Tehát ilyen értelemben ez a direkt kölcsönösségre való elmélet, ez olyan, ahol gyakorlatilag bomba biztos az elmélet és a gyakorlat közötti összefüggés. És fel lehet vetni azt a kérdést, hogy milyen kooperatív stratégiák fognak itten hosszú távon sikeresnek mutatkozni. Ugye van egy olyan dolog, hogy én mindig segítek. Az emberre, az emberek az érzése, aki ezt csinálja, az mégiscsak egy balfék valahol. Mert a másik ezt észre fogja venni, igaz? És valami nem fog smakkolni, és valóban így van. Az egyik legsikeresebb stratégia, Leider Gottes, az a tit for tat, a szemet szemért stratégia. Ez egy nagyon speciális definíció van. A szemet szemért stratégia definíció az, hogy az első alkalommal mindig kooperációval kezdjed, legyél kedves, utána mindig csináld azt, amit a partnered az előző játékban csinált. Ez a stratégia hihetetlenül robusztus ezekben a direkt kölcsönösségi játékokban. Van egy még jobb egyébként, csak az később fog dominálni, a nagylelkű szemet-szemért stratégia. A nagylelkű szemet-szemért stratégia az néhány ilyen kis csesztetést elvisel. Okay? Tehát azt mondja, hogy egyszer-kétszer eltekintek el, mit tudom én, rossz napja volt a másiknak. Vagy. Ez nagyon sikeresen játszik érdekes módon a szemet-szemért stratégia ellen, akkor, hogyha hibákkal terhelt a folyamat, van valami zaj, valakinek szól a mobilja. No? Na, tehát ez egy olyan dolog, ami az kooperáció bizonyos válfaját megmagyarázza, de ugye érezzük, hogy ez nem lehet minden. Nos, van egy másik fajta kooperáció, ami ennél bonyolultabb, már csak azért, mert ismer többen vesznek részt. Ez egy nagyon híres dolog, tényleg a közjó játék. A közjó játék nagyjából így van definiálva. Minden N darab játékos kap egy összeget, és eldöntetik, mennyit tartanak meg, és mennyit adnak a csoportnak. Minden beadott pénz szorzódik errel, egy számmal, ami kisebb, mint a csoportméret, de utána az itt beadott pénzek a ciklus után egyenlően megoszlik az összes játékos között. No kérem szépen, feltetném azt a kérdést, hogy alapesetben mi ennek az eredménye? Alapesetben egy totális disaster, tehát egy totális katasztrófa az eredménye. Néhány ciklus után kiderül, hogy senki se akar kooperálni ebben. Kivéve két dolog esetén, akkor, hogyha a szabály érzékeny arra, hogy hányan kooperáltak, hányan tettek be pénzt és mennyit. Hogyha ez az R érték nem előre fixált, hanem nő azzal, hogy hányan tettek be és mennyi pénzt. A fizikusok tudják, hogy ez ilyen nem egyenes görbét fog valahogy ne kelljen elmagyarázni, eredményezni, és az nem egyenes görbének az lesz az eredménye, hogy a kooperáció is egy alternatív, stabilis állapottá válik a közjó játékban. De ehhez ez a furcsa, úgynevezett nem lineáris hatásra abszolút módon szükség. A másik megoldás a büntetés, de annak viszont célzottnak kell lenni. Ez is nagyon érdekes. Az emberre ez jellemző. Egyéb kísérletekben ezt meg lehet csinálni. Úgy hívják, hogy altruisztikus büntetés. Az mit jelent? Az altruisztikus büntetés az azt jelenti, hogyha én látom, hogy valaki tróger, akkor hajlandó vagyok fizetni azért, hogy valaki belerúgja. Ez a definíció. Lehet ilyen szép matematikát is csinálni mellé, de valójában ez jelenti. Az altruisztikus büntetés egy kulturális univerzálé, gyakorlatilag minden társadalomban valamilyen szinten megtalálható. Tehát ez mit jelent? Ez a költséges büntetés jelenti. Tehát hajlandó vagyok azért fizetni, hogy valamilyen értelemben, aki az általam jónak tartott dolgot megsérti, az szenvedjen.
No, tehát hogyha a közjó játék működik, vagy akkor, hogyha van ez a furcsa, nem lineáris hatás benne, vagy például akkor, hogyha valamiféle büntetési rendszert, ugye, kiszáll a NAV, és akkor azt mondja, hogy instant. Mint Ács Feri, mint a NAV elnök. A következő az már bonyolultabb, ugye volt a direkt kölcsönösség, volt ennek az általánosítása a közjó játék, és akkor most jön az indirekt kölcsönösség, amihez azért már mindenféle bonyolult agybeli képességek szükségesek, mert el kell tudni a másikról adott esetben mesélni, hogy az egy cukorfalat vagy egy tróger. Ez fontos. Tehát gyakorlatilag, hogy ismételt páros játékok vannak egy populációban, itt sok egyedről van szó, véletlenszerűen választhatjuk a játszó egyedeket, de a kölcsönhatásnak az eredményét megfigyelheti egy harmadik személy. Ez a harmadik személy, attól függően, hogyan definiálják a játékot, harmadik személy vagy csak magának tartja meg az információt, de akkor emlékezni kell arra, tehát itt egyéni felismerés, itt már muszáj tudni, hogy ez három játékkal előbb egy disztó volt, igaz? Vagy hogy nagyon kedves volt. De még érdekesebb, hogyha ez a tag, ez el tudja mesélni a többieknek adott esetben, hogy én kérem szépen azt láttam, hogy és hogy. Nos, kérem szépen, ugye egy ilyen esetben, hogyha ez elterjedhet, akkor van egy olyan szabály például, hogy segítsd azokat, akiknek jó a hírnek. Tehát az indirekt kölcsönösségben mindig van egy szociális norma és egy cselekvési szabály. A szociális norma azt jelenti, hogy mi jelenti a jó hírnevet. Ugye se, majd mindjárt mondom egy konkrét példát, ez az esetben a szociális norma, és akkor ennek a függvényében vannak cselekvési szabályok, és meg lehet nézni, hogy melyik cselekvési szabály tulajdonosan lesz sikeres hosszú távon. Ugye viszont a hírnevet azt tényleg tudni kell ebben a játékban. Nos, kérem szépen, hogyha megnézzük a laboratóriumi kísérleteket, akkor azt látjuk, hogy ebben a játékban de sokan játszanak, de van információjuk egymásról. Hogyha nem tudnak információt cserélni egymással, akkor a kooperáció szintje az egyes játékciklusok után alacsony szintre áll be és ott fluktuál, még ezzel szemben pedig, hogyha a hírnév, a reputáció terjesztésére lehetőség van, akkor viszonylag magas szinten stabilizálódik ebben a populációban a kooperáció. Ebben az esetben a norma az, hogy a jó hírnév, ha egy másik jó hírnevűt jutalmazok, akkor az egy jó dolog, vagy egy rossz hírnevűt büntetek. Ebben az azt jelenti, hogy annak nem adok segítséget. Érdekes módon, tehát azért szigorú a szabály, mert az is hozzátartozik, hogy ha egy jó hírnevű ember megjutalmaz, vagy segít egy rossz hírnevűn, akkor a hírneve azonnal csökken lefele. Tehát a szabálynak elég rigidnek kell lenni. És ugye sok közgazdász is részt veszedik benne a kísérletekben, talán túl sok is, de a lényeg az, hogy még azt is bevezetjük, hogy lehet a hírnévben szerzett pontokat adni meg venni. Ez egy érdekes, ez egy csavar. De ami érdekes az egész dologban, hogy ha kiszámoljuk a játék alapján, hogy mekkora az elméleti értéke egy jó hírnév egységnek, akkor érdekes az ára a hírnévet mérő részvényeknek maguktól beáll arra az értékre, amit az elméleti jóslat tesz. Tehát az emberek úgy tűnik, hogy tudatában vannak azban, hogy mi történik, és ösztönösen kiszámolják azt, hogy ebben a jó hírnév valóban aranyat ér szó szerint, és ezért még hajlandók is fizetni. Tehát az indirekt kölcsönösség, ez ugye jó emlékezet kell, egyéni azonosítás, és tudni kell
világos információt adni adott esetben egy negyedik személynek arról, hogy mit láttam, és akkor a negyedik személy is elraktározhatja a memóriában. Ugye jó pofa dolog azzal játszani a kísérletben, vagy egy szimulációban, komputerben, hogy növelem vagy csökkentem az ágensek memóriájának a méretét, igaz? Akkor meg lehet kérdezni, milyen hosszú memóriára van szükség ahhoz, hogy már működjön a dolog. Ezt úgy ki lehet találni, ilyeneket lehet csinálni, nem megyek bele, mert lelőnek. Na, a következő beállítás, jó, nem tudok már csinálni, hát olyan vagyok, mint egy ilyen ragadozó madár, hogy csopakod a faloznak jövőt fölött. Különböző prédák, potenciális prédákat látok, és akkor azokról beszámolok. Most a következő mechanizmus, tehát volt a rokon szelekció, amire azt mondtuk, hogy nem az az érdekes most nekünk, volt a direkt kölcsönösség, annak egy bonyolultabb változata volt a közjó játék, aztán volt az indirekt kölcsönösség, és a strukturált szelekciónál tartunk. A strukturált szelekció az, hogy ugye miért feltételezzük azt, hogy egy nagyobb populáció mindig véletlenszerűen párosodnak ezt. Lehet mondani, de mi van, ha nem így van, és azért érezzük, hogy sokszor nem így van. Természetesen ezt is megvizsgálták. Tessék figyelni, ez ugyanúgy építkezik, mint a fizika. Ugye a fizikában egy óriási dolog volt az, amikor Galilei vett egy olyan, a valóságban szinte nem is létező sima márvány felületet, meg egy igazán sima kerek golyót, és nézte, hogy mit csinál. A valóság nem ilyen, de itt kell valahol kezdeni, és utána lehet aztán bonyolni. Tessék, kinyit egy mechanika tankönyvet. No, kérem szépen, ez ugyanúgy ment előre az idők során, ez a strukturált szelekció. Magyarán egy gráf mentén, ugye, nem mindegy, hogy kivel hatok kölcsön, igaz? Nem akárkivel, hanem ez lehet rigid, ez lehet merev, tehát a szomszédsági viszonyok lehetnek fixáltak, hogy bizonyos gráf mentén hatunk kölcsön, és mindig újra és újra azokkal játszom. Sokkal érdekesebb a dinamikus változata ennek, amikor az egyes egyedek, például a korábbi játékok alapján megválaszthatják azt, hogy kivel fognak. Tehát ugye az azt jelenti, hogy ezek az élek a különböző pontok között átrendeződnek a játékban. Nos, hogyha ilyen szabályok alapján történik a játszadozás, akkor azt tapasztaljuk, hogy ugye, hogyha fixáljuk tehát ez a jól kevert populáció, amikor véletlenszerűen történik a dolog, akkor természetesen nincs reputáció megint, nem történik semmi érdekes. Hogyha fixáljuk a hálózatot, ez a sárga, tehát be van fagyva, és mindig csak ugyanazokkal a szomszédokkal lehet játszani, akkor is nagyon gyakori, attól függ persze, hogy milyen a gráf, amit rajzoltak. De nagyon gyakran ugyanaz rossz lesz, mint a jól kevert változat, tehát akkor teljesen véletlenszerű. A dinamikus hálózatok, amelyekben az egyedek átrendezgetik azt, hogy kivel hatnak kölcsön, ott nagyon gyakori, hogy viszonylag magas szinten marad a kooperáció. Tehát válogass meg azt, hogy ki a fenével játszogatsz, ugye? Tehát ez is egy részben memóriára alapuló stratégia. Gyorsan megmondom azt is, hogy ugye a struktúra az nem csak térbeli struktúrát jelent, tehát szomszédság nem fedte azt jelenti, hogy én itt vagyok, és akkor a Csepeli Gyuri ott, mert hogy fizikailag közel vagyunk. Van ilyen is egyébként, de lehetünk egy absztrakt térben közel egymáshoz. Például mind a kettőnket nagyon érdekli a kooperáció, és ilyen értelemben talán nem meglepő, hogy köztünk is van egy kooperatív kölcsönös, ami egyébként dinamikusan az Ajász intézeten belül jelent meg. Embertársak, ezt real time-ba lehet figyelni most már kísérletekben, hogy ez hogyan alakul. Nyilvánvalóan minden egyes ilyen mechanizmusról lehetnek két előadást külön-külön tartani, de nem ez a célom. A célom az, hogy ezt a canvas-t, ezt a vásznat megpróbáljam valahogy ilyen impressionista ecsetvonásokkal felvázolni. A következő mechanizmus a többszintű szelekció, vagy csoportszelekció. Ez azt jelenti lényegében, hogy nem csak az egyedek között van versengés, alapesetben,
hanem ezek csoportokban vannak, csónakokban vannak téve, és az egyes csoportok is versengenek egymással. Két szinten folyik a verseny. Na most ugye, tegyük fel, hogy ezek a csalók, a pirossal jelzettek. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az a csoport, amelyikben több a csaló, az csoport szinten nem fog nagyon jól muzsikálni, még akkor is, hogyha egyébként nem csalunk, vagyis csoporton belül mindig előnye van a csalóknak, de a csoport szinten annak a csoportnak van előnye, akiben kevesebb a csaló. Tehát egy két ellentétes hatás van, az egyik a csoporton belül, a másik a csoporton belül. Hogyha ezt a mechanizmust összekombináljuk a közjó játékkal, amit hadd ne mondjak el még egyszer, akkor borzasztó egyszerű lehet látni, hogy egy nagyon hatékony mechanizmust ad ez a többszintű szelekció, vagy csoportszelekció. Érdekes módon 1871-ben Darwin leírta ezt, a koma rendkívül mély volt, és volt egy borzasztó előnyös tulajdonság. Újra és újra neki rugaszkodott ugyanannak a problémának, ha nem volt vele megelég. Ez nagyon ritka mai tudománynak, kérem szépen, mert a mai publikációs mechanizmusok nem ennek kedveznek, mert ugye akkor ha azt mondom, hogy hát újra visszatérek hozzá, és meg akkor azt mondod, hát akkor előbb hülye voltál, ugye? Na, tehát, nem, tehát van egy rövidlátó, miópiás mechanizmus a mai tudományban, a szociológiai okokból, ez egyszerűen így van, majd erről egyszer tartani egy szépen előadást, ez egy, hanem a kocsmában, temetőben kell megtalálni. Kérem szépen, tehát ez angolul van direkt azért, hogy autentikus legyen, Darwin 71-ben kimasszírozza a koponyájából, hogy hogyha van egy olyan törzs, amelyben sok olyan tag van, amelyek önfeláldozóak, tehát segítenek a másiknak, meg szó szerint feláldozzák önmagukat a közjóért, akkor egy ilyen törzs az győzedelmeskedne az egyéb törzsek között, és itt van az, and this would be natural selection, és ez természetes szelekció lenne, de nem az egyedek, hanem a csoportok szintje. Tehát ő ezt már kitalálta akkor, hogy van ilyen. Érezhető, hogy ennek szigorú feltételei vannak, hogyha gyakori az a mechanizmus, hogy ez a csaló átugorhat ide, akkor nem működik, igaz? Mert ugye, tessék, hogy azt szokták mondani, hogy ne ingasd a csónakot, amiben ülsz, igaz? Mert akkor te is elsüllyedsz. Igen ám, de hogy elkezdem ingatni a csónakot, és amikor kezd süllyedni, gyorsan átugorok egy olyanba, ahol megint csomó ilyen szerencsétlen balfék van, akkor ez már elsüllyed, és akkor elsüllyeztem a következő. Hát azért a netesség, ugye gyakran a molekuláris paraziták így terjednek, a vírusok gyakran így terjednek a populációban egyébként. Ennek egy ilyen mechanizmusa, egy ilyen kooperáció szempontból egy vírus ebben a dologban. De hogyha a feltételek teljesülnek, akkor viszont páratlan dolgokat tud csinálni. Arra, hogy ebben érzékenyek vagyunk, tehát a csoportképzésnek a kooperációra tett ereje, abban is megmutatkozik, hogy ha olyan kísérleteket csinálnak, hogy azt, ebben van egy kis becsapás, ez most eltérnek attól a szabálytól, ugye, tehát azt mondják a tagoknak, akik részt vennek, hogy ez a kísérlet arra való, hogy a csoportok hatékonyságát mérje, de a szabályokat úgy definiálják, hogy valójában nincs ilyen hatás, tetszik tudni. Maga a tudat, ha azt mondom az embereknek, hogy mérem a csoportok hatékonyságát, attól magától meg fog emelkedni a csoportok hatékonyság. Akkor is, hogyha nem lehet közgazdaságilag lenyomozni ezt. Ez nagyon érdekes. Tehát valamiféle érzékenyítettség eleve van az emberekben ilyen tekintetben. Hol tartok időben? 39 perc. Egyszerűen fantasztikus. Akkor függ, mennyire terveztek. We are nearly there. Igen. Na most, kérem szépen, 2007-ben jelent meg a Science-ben egy megrázó cikk, az volt a címe, hogy Parochial Altruism and War. Parochiális altruizmus és a háború.
bármilyen furcsa vagy meglepő, ebben a cikkben a szerzők gyakorlatilag azt szimulálták komputerben, úgynevezett ágens alapú szimulációval, tehát valóban minden egyes elképzelt egyednek megfelelt egy egyed a komputernek az univerzumában. És arra voltak kíváncsiak, hogy vajon elterjed-e egy bizonyos viselkedés, amit parokiális altruizmusnak hívnak, és ennek a háborúval való kapcsolatát. Durván ez azt jelenti, hogy van kétféle lehetséges változata az altruizmusnak is, meg a parokialitásnak is. Az altruizmus az azt jelenti, hogy segítek vagy nem. Ez a darwini idézetnek megfelel egyébként. Kétféle dolgot jelent a segítség. Egyrészt azt jelenti, hogy minden egyes csoporton belül folyik egy ilyen közjó játék, és aki altruista, az szépen adogat egy fix összeget ugye ebbe az alapba, ha szabad így mondani. A másik pedig az, hogy ha ez kombinálódik a parokialitással, akkor az azt jelenti, hogy ő jó harcos is. Tehát nem csak az, hogy a csoporton belül adakozik, de hogyha ez kombinálódik a parokialitással, akkor ő önfeláldozó, ugye a Darwin idézet fényében, és akkor szépen udaszó mellett aprítja az ellenséget. Tehát az altruizmus ezt jelenti, hogy tehát ez egy bináris, tudom, hogy egyszerűsítésre mit csináljunk. A másik pedig a parokialitás, az azt jelenti, hogy megkülönbözteti a saját csoportjainak a tagjait, vagy sem. Ugye? És ez négyféle kombinációt ad. Ugye? Lehet altruista, nem parokiális, parokiális, nem altruista, bla bla bla, és akkor a végén van ugye a parokiális altruista. Csak azért, hogy kellően sarkított legyen, ők felteszik ezt, hogy ez egy öröklődő viselkedés. Ez nem kultúra, ez biológiai öröklődés. Ezt teszi fel, hogy ez genetikai, ez úgy öröklődik, mint hogy bármilyen más tulajdonság öröklődik a festetics. És megnézik, hogy mik ennek a következményei. Tehát eljátszanak a gondolattal, hogy mi sok ebből kisülni. Na most ez azért motivált, mert ahogy utaltam rá, és sajnos vissza kell jutnom ahhoz, hogy ez sajnos így van, hogy az utóbbi 125-től 10.000 évig nagyon sok lelet van arra, ami azt mutatja, hogy az emberek között nagyon sok volt a konfliktus. Körülbelül a régészek mérései szerint az ilyen a becsült halálozási arány az 10%, tehát tizedelte a populációt egy ilyen konfliktus, ez komoly. Oké? Tehát 10-ből egy az ember nagyon nagy szám. Ez komoly halálozási rátával járt. Egyébként érdekes módon ez az időszak, amikor nagyon instabilis volt a klíma. Ez ugye egy kicsit fenyegető számunkra ebbe belegondolni, ez mit jelent. Egyébként a mezőgazdaság csak akkor alakulhatott ki, amikor a klíma kvázi magától, nem tőlünk, magától stabilizálódott. De ebben az időszakban nagyon drasztikusak voltak a fluktuációk. Magyarán gyakran volt mit vadászni, meg gyűjtögetni, gyakran jóval kevesebb volt. Na, hogyha nincs mit enni, akkor megnézem, ugye, hogy nem lehet esetleg a szomszédtól elcsaklizni valamit. De a szomszéd ezt nyilvánvalóan nem szereti, akkor meg talán az a legjobb, hogyha gyorsan agyon verem, és akkor elveszem tőle. Enni kell? Ugye? Tehát azért ez itt a matter of life and death, tehát élet-halál kérdése. És akkor, hogyha ezt a szituációt próbáljuk ezzel szimulálni, akkor azt is szimulálni kell, hogy hát valójában egy konfliktus, egy harcos konfliktus mit jelent ebben a dologban. Jó, szabályokat kell csinálni. Ezek a szabályok, tehát nem az Isten adta, ezt a kutatók találták ki. Akinek erre szokták mondani, akinek nem tetszik, az csinálja meg azt a játékot, más szabály. Egyébként ezt kell csinálni hosszú távon. Ugye, tehát meg kell a tipológiáját csinálni ez ilyen modelleknek, de hát valahol el kell kezdeni. Tehát, hogyha két ilyen társaság potenciális konfliktusban kerül egymással, akkor
melyik fog nyerni egy küzdelemben, a nyerés valószínűsége a harcosok számának a különbségével nő. Ez egy szabálya a komputer által folytatott játékban, hogyha valódi konfliktusra kerül sor, akkor mindkét csoportban meg a harcosok, azok, akik a parókiális altruisták, tehát diszkriminálnak, és hajlandók meghalni, nem a hazáért, hanem a lokális csoportért, ami ebben az esetben persze valami értelemben még akkor a haza volt. Tehát mindkét csoportban meghal a harcosok egy bizonyos aránya, de, hogy ha már úgy legyen kövér, a vesztes csoportban további mészárlás folyik a nyerő csoportok által. Egy bizonyos arányban tovább ritkítják a vesztes populáció létszámát. Utána túlélő nyertesek biológiai öröklődés és szaporodás útján feltöltik mind a két csoportot. Amúgy egyébként pedig minden csoporton belül a közjójáték folyik. Ami ebből a dologból kijön, az az, hogy a parókiális altruizmus, tehát az a fajta önfeláldozás, ami diszkriminál a csoporton belül és a csoportok közötti helyzetben, és hajlandó magát feláldozni, ez egy stabil és viszonylag magas arányt fog elérni. Természetesen nem minden populációban lesz, csoportban lesz ugyanaz. A szimuláció itt körülbelül olyan 51-et van egy csoportban, és van 20 csoport. Tehát ez viszonylag nagy méretű ebben a vonatkozásban. És akkor azt tapasztaljuk, hogy ezek a háborúk, ezek időnként törnek ki, de akkor törnek ki, amikor valamiért megilódul ezeknek a parókiális altruistáknak a százalék, és akkor van egy ilyen jó háborús korszak, és mivel véges az egyedek száma, ez időnként visszamegy, és akkor van nem tudom hány cikluson keresztül egy ilyen békeállapot, ami viszont bármikor felrobbanhat újra egy háborúsára. Ez az érdekes dinamikája van ennek a dolognak. Ezt azért vetem fel, a szerzők nagyon óvatosak. Azt mondjuk, nem azt mondjuk, hogy ez valóban így öröklődik, ahogy van. Mi megpróbáltuk megmutatni annak a következményét, ha ez tényleg örökletes tulajdonság. Az egy empirikus kérdés, hogy ez, vagy valami bonyolultabb változata ennek, az megfelele a valós szituációnak, az következő vizsgálatokat igényel. De ugye azt lehet látni, hogy a modellek sarkított kérdéseket tesznek fel, adott esetben elképesztő eredményeket hoznak, és akkor az elképesztő eredmények stimulálják aztán a többi kutatót arra, hogy vagy több modellt csináljanak, vagy megpróbáljanak empirikusan utána menni, hogy akkor ez most így van-e vagy sincs. Akkor a következő, ez az a záró akkord, ha mindjárt ezzel át is megyünk az erei programba, tehát a záró akkord az, hogy kérem szépen, az emberre két tulajdonság nagyon dominánsan jellemző, ami az állatvilágban ilyen értelemben nincs. Az egyik, a kooperációknak ez a borzasztó gazdag sokfélesége, a másik pedig az, hogy ugye én egy előadást tudok tartani, és tetszik érteni, hogy én mit mondok. Na ez az, ami az állatoknál nem megy. Az állatok között a szó megértése az bizonyos szintig megy, tehát attól függően milyen állatról van szó, néha akár néhány száz szót is megtudta, és szóként tanulja meg, tehát nem majmolja, hanem tudja a szó jelentését. A probléma az, hogy a nyelvhez szintaxisra is szükség, és a szintaxis az, ahol ezek, tehát ezen soha senkinek se sikerült olyasfajta szintaxist megtanítani bármilyen állatnak, ami csak hírből is emlékeztetne, arra a szintaxis az ember használ ugye ilyen beágyazásokkal, meg ilyesmikkel. Tehát ez egyszerűen nem megy, még a legokosabbáknál sem, mint a nagy szürke papagájok, meg ilyen. Na, igen, tehát ez az egyik, hogy van a kooperáció problémája, miért? Azért, mert egyedi, és van a nyelv problémája, azért, mert egyedi. És ez valahogy az utóbbi 5 millió évben alakult ki. Na most ez két nehéz probléma, és általában a biológusok nem szeretnek sok nehéz problémát egyszerre, mert az alapeset az, hogy nehézszer nehéz, az nehéz a négyzeten, hát menj a fenébe, találj ki valami okosabbat. Kivéve, hogyha ezek segítik egymást, tehát
hogy olyan szinergisztikus hatás van, hogy egy, ha kicsit előrelépsz a nyelvi készségnek a területén, akkor ez segíteni fog a kooperáció evolúcióját is, és ha a kooperációban sikerül előrelépni, akkor az a nyelvhasználatot is segíteni. Ha ez a feltétel teljesül, akkor bizonyos körülmények között elindulhat, és nagyon hatékony lehet a folyamat, és azt gondoljuk, hogy ugye máshogy is néz ki, mert ha persze egy csalásom, mert ránk néz ez a koma, ez a pasas azért néz úgy, mint a Lady of Shalotta, a kristálytükörnek a című Agatha Christie történetében, mert rájött arra, hogy valami van a fejébe, az elemi nyelvkészség. Valóban úgy tűnik, hogy az elemi nyelvkészség, nem a bonyolult, hanem az elemi nyelvkészség az itt alakult ki, itt meg ennek a komának még nem volt. Tehát durván 2 millió évvel ezelőtt kezdődhetett el az a fajta nyelvhasználat, amiben már voltak egyrészt szimbolikus referenciák, tehát ugye konvencionális szavak, vagy azoknak az elődjei. A másik, ami nagyon fontos ebben a dologban, amit a nyelvészek úgy hívják, hogy displacement, az azt jelenti, hogy olyan dolgokra vonatkoznak a szimbólumok, amelyek nincsenek itt és most. Valami másról van szó, amit abba a pillanatban nem láthatok, de mégis közölni akarok. Ez alapvető, és úgy gondoljuk többen. Ez az úriember, ez Derek Bickerman, elnevezett nyelvész, most 91 éves, egy nagyon-nagyon kiváló, egy nagyon-nagyon kiváló ember, aki talán többet foglalkozott a nyelvkészség evolúció, mint bárki más, Hawaii-n van egyébként, és ez egy rendkívül lenyűgöző könyv, Adam's Tongue, Ádám nyelve. Gyakorlatilag ebben van kifejtve először az a hipotézis teljesen részletességgel, hogy a konfrontatív dögevés volt az, ami elintette a folyamatot. Ez megint nem túlságosan nemes dolog, mert hát ki a fene edzik dögöt, de azt elmondanám, hogy a mai vadászó gyűjtögető törzsek között is vannak olyan, amikor rendszeresen esznek dögöt, tehát ez nem olyan Istentől elrugaszkodott dolog. Nagyon röviden. Tehát durván 2 millió évvel ezelőtt volt egy klímakatasztrófa. A klímakatasztrófa azt jelentette, hogy elkezdtek a gyümölcsök eltűnni. Ugye, és az egy tényleg egy úri élet. Ugye üldögélek, vakarom akármimet, és akkor felnyúlok, és akkor eszegetek. Gyorsan egy kicsit szaporodom. Semmiféle dologra nem kell ugye figyelned. De ennek lett akkor vége durván 2 millió évvel ezelőtt, mert elromlott a klíma, kezdtek eltűnni a gyümölcsök, és éhesen nézték egymást a komák. Míg nem valakinek eszébe jutott az, hogy jó, hát le lehet vadászni ilyen kis állatokat, azt csinálják a csimpánzok, és meg kisebb dögöket én is össze tudok szedni. Na de, hát meghalt egy elefánt tegnap. Hát láttam, Úristen, hogyha én összetudnék szedni annyi embert, tessék el, összetudnék szedni annyi embert, együtt elmegyünk, vagyunk annyian, hogy fel tudjuk darabolni, tényleg, az akkori eszközökkel nem lehetett elejteni egy elefántot, de azt tudjuk, az úgynevezett kísérleti régészetből, hogy feldarabolni fel lehet. Oké? Okay? Akkor haza tudjuk vinni, elegen leszünk, nem ahhoz, hogy megöljük a tigrist, de ahhoz, hogy megvédjük ezt a dögöt, amíg fel nem daraboljuk annyira, hogy elég legyen, és haza tudjuk venni, annyit viszünk az, amit hazabírunk nyilvánvalóan. Az óriási protein forrás volt, ez viszont az kellett, hogy lehessen értesíteni a többieket, akik otthon vannak, hogy te figyelj, én láttam, körülbelül ilyen messzire van, meg tudom mondani, hogy körülbelül mekkora, milyen fajúról van szó, adott esetben azt is, hogy azért láttam egy oroszlán hordát ott grasszálni, úgyhogy azért tessék egy kicsit felkötni a gatyát, mert baj lesz. Tehát ezek mind olyan vitális információk lehettek abban a korban, amelyek ugye minél fejlettebb volt a nyelvi kommunikáció, annál jobb, mert a élet-halál kérdése, és minél erősebben működtek együtt az információ cserében, a felkutatásban, a darabolásban, a ragadozókval
rokat, azokkal a konfrontáció, annál jobb. Tehát itt a kooperáció és az elemi nyelvkészség kéz a kézben mehetett. Honnan tudjuk, hogy ebben bármi igazság van, ez lesz a csattanó. Én ezt egy nagyon ünnepélyes momentumnak tartom. Az emberiség akkor alakult ki. Nem a sapiens-szel, hanem az erectus-szal. Miért? Kérem, hogyha megnézik az ember a fosszíliákat, és a nagy növényevőknek a tetemeiből keletkezett fosszíliákat, akkor 2 millió évvel kicsit korábban azt találjuk, hogy, és ezt meg lehet állapítani, hogy a nagy csontoknak a felszínén az elsődleges kaparások azok a nagy ragadozóktól származnak, és az emberek által tett farigcsálások azok másodlagosak. És ahogy haladunk előre az időben, egyre több olyan lelet van, amikor azt látjuk, hogy az emberi kaparások voltak az elsődlegesek, és a nagy ragadozók, annak a tigrisnek, az oroszlánnak, a karmainak a nyomai a másodlagosak. Mit jelentett ez? Akármilyen szép porosztán volt, akármilyen erő, akármilyen nagy karma, akármilyen nagyot ordított, várni kellett a sorára, mert a kooperatív horda uralta a világot. Ez volt az emberiség eredete, semmi más. Köszönöm szépen.